Csináljunk egy szupermarketet. Legyőzzük a Lidlit, porba tiporjuk a Tesco-t, mindent ingyen adok. Viheted ezt a biciklit is, egy szelet pizzáért. Nem, egy tál paradicsomlevesért, az tiéd ez a bit. Hello! Nem kell bicikli? Ingyen van, ha adsz érte egy kis pénzt. Ha megadod a bankszámla adataidat, már tiéd is lehet. Nem akarod? Hova mész? Mehetek veled? Megnézem, hova megy. Megállsz a pirosnál? Elnézést! Most ha neki is zöld van, meg neki is zöld van, neked mi van? Hello? Mind a kettő világít egyszerre? Jó van. Hé! Hey, gyere már vissza, nem kell egy bicaj? Nem mehet túl gyorsan ez a kocsi, ha még futva is utolérem. Vigyél már el de egy darabig, vigyél vissza. Ó, te paraszt. Gyalogolhatok vissza? Hol vagyok egyébként? Ah, de jó, nincs térkép, az szupi. Milyen utcában vagyunk? Nem, milyen utcában van a boltom? Elég komolynak tűnsz, mint egy ember, aki tud dolgokat. Sétáljatok keresztül rajtam, nem tudsz kikerülni? Hát látod, hogy itt vagyok? Micsoda push-up van itt? Nem fáj ezektől a derekad, csajos? Kilátott egy teljesen üres boltot. Halló? Itt? Nem. Oh my god. Ja! Oh. Hú, soha nem örültem még ennek a szutykos bicajnak ennyire. Tutoriál. Rendelni kell. Miből rendeljek? Nincs semmi, 50 dollárom van. Hát abból egy nyalóka kijön maximum. Legyünk akkor ilyen kis, ilyen szottyat kisbolt. Shopping. Purchase. Nem jön ki, akkor rohadjál meg, akkor kevesebbet veszek. Megjött már a rendelésem? Pick up the boxes. Na látod? Való életben is ilyen gyors kiszolgálásra vágyom. Oké. Okay. Pick up. Ne írd ki a címemet, mindenki ide fog jönni, te vadállat. Oh my god, tudod mi a baj ezzel a bolttal? Mindent megzabálnék, amit így napközben látnék a polcon. Így ide is rakunk, ide, abszolút rendszerezetlenség lesz. Ez lesz a káoszbolt. Throw empty box. Ja, hogy még ki is kell dobnom a dobozokat. Miért nem hagyhatom itt? Valakinek csak kell, elviszi a macskájának, vagy nem tudom, beleül. Set the price. Be kell állítani a zárat. 3,99. Az a lényeg, hogy olcsóbb kell az orruk alá dugni, hogy rákattanjanak az anyagra, érted? Hogy rákapjanak arra, hogy milyen rohadt olcsó minden. Mindent oda, ingyen is fiatet, ha nincs nálad KP, vagy kártya, vagy nagyon kell, sietsz. Figyelj, felírom a számládra, majd kifizeted. Ez ilyen self-checkout amúgy. Én nem dolgozok, ne nézzél így rám. Nem tudod megcsinálni magadnak? Beengedlek. De én irányítani akarom a szkennelést. Na mindegy, jó. Ó, pénz. Százasan fizetett ez a vadállat egy cuccér, ami 7 dollár és 98 cent. Tudod mit? Pakoljál vissza nagyon gyorsan, jó? Elmebajosoknak nem árulok. Takarodj el, ne nézzé. 2 és 2 cent, ugye? Takarítsa el magad után itt. Húzz el. A szatyrot nem viszed? Jó napot! Szia Zsuzsi, hogy vagy? Kártyával? Most mit csináljak? Még nekem kell beírnom? Egész... 78. Hú, itt tényleg dolgozni kell. Bocsánat, elnézést emberek. Ilyen szaros 5 forintosokkal ne jöjjenek, jó? Kártyával lehet csak fizetni, én nem fogok itt számogatni. Vagy úgy gyere, hogy adsz egy százast, és nem látsz belőle vissza semmit, hiába csak 8 dollárért fizettél. Nem fogok számogatni, nem matek órán vagyunk, eléggé traumatizált voltam attól is. Jó napot, Zsuzsa. Legközelebb azért kicsit többet vásároljál, jó? Ne hozzá szégyenbe most már. Éhen döglök miattad, meg a fukarságod miatt. Na, 1 dollár, 1 cent. Húzzá innen, Zsuzsám, takarodjál. Szia, Margitka, mi újság? Nagyon változatosan étkezik itt mindenki. Nincs valami más receptetek egyébként? Mindenki lisztes műzlit vacsorázik? Kattanjatok le rólam, jó? Most már kezdetek idegesíteni. Kéne rendelnem még cuccot magamnak, jó? Szóval szolgálja ki magát mindenki. Még ezt megcsináljuk. 5,58. Jó van, szia, Margitkám. Mi a bánat van a fejeden? Tojás kentél rajta? Takarodjál. Ne nézzél! Ne nézzél! Security! Security! Elnézést! Mi ez? Bezárok. Szia Margitkám, takarodjál innen. Nem készítetek ilyen törzsvendéges kártyát? Azoknak, akiket nem utálok, mint a szart. Na, jó van, bezárok. Szerettem az ebédszünetemről, Klárika, mi a szarom ez? Mi? Ki szerelte be ezt? Csak felfúrtál egy ilyen izét. Fel lehet kapcsolni, villa. Jó, hát nem fogjuk már, nem pénzfa van otthon, jó? Aki sötéted és után akar vásárolni, az hozzon magával éjjellátó szemüveget, jó? Vagy zseblámpát, fákját, mert itt aztán nem lesz felkapcsolva a villa. Hogy kell ebből kilépni? Istenem, úgy érzem magam, mint valami kis nyugdíjas. Hogy kell innen visszamenni? Jó, akkor veszünk egy ilyet, mert ezt zabálták, mint a cukrot. Hát gyakorlatilag tiszta cukor is, szóval jó kombó lenne ilyen diabétesz gyógyszerekkel együtt árulni, és akkor biztos a bevétel. Ilyet is veszünk, meg valami szutykosat, liszt az mindenkinek kell. Hord már be nekem, halod, ha már te itt vagy. Ti is ketten jók lesztek, gyert, kapjál fel egyet nagyon gyorsan. Elkapod?
De azért majd jöttök, majd jó lesz felszlopálni a lisztemet. Turn on the lights. Törnölje a bánat. Én biztos, hogy nem fogom felkapcsolni. Nem látok semmit. Jó van, felkapcsolom. Please, akkor ezeket kirakjuk. Jó van, majd elviszi a kukás, nem? Úgy. Úgy, te akarod. Tudod mit? Látod, hogy itt szenvedek, de nem segítesz, mindjárt ráhúzom a fejed. Press enter to finish the day. Lezártuk az első napot, 59 pontom lett. Jönnek napi számlák. Jó van, lámpa le van kapcsolva? Jaj, kapcsold le, oké. Okay. Itt lesz a diabetes polc. Kap már el, hülye gyerek. Az jó lesz, ez ilyen új izé. Védem a növényt attól, hogy elszáradjanak a levelei. Hát nézd meg, milyen verőfényes napsütés van. Elnézést, kell pénz, gyertek vásárolni. Hello, liszt? Liszt, cukor? Nem, cukor nincs. Műzli? Liszt, olaj esetleg? Vagy egy nagy mosoly? Egy ölelés? 10 centért? Mekkora egy környezettudatlan paraszt vagy? Nézd meg, csak itt elsétál felette. Na, gyere, nem kell liszt, műzli, olaj, valami. Ez az úgy, te. Na, ezt a sort el is viheted. Várj, fel kell árazni. Elfelejtettem följebb vinni az árát. Jaj, várjál, pit. Nem, nincs senki. Hát ennek még nincs is ára. Hát nem ingyen van ám. Mennyiért vitted? Sajnálom, azóta változott az ára. Tripla ennyit kérek, köszönöm. 15. Egyébként miért nekem kell beírni a bankkártyát? Nem tudja magától. Milyen szutykos netbanknál vagy te? Mi van vele, Zsuzsikám? Meg vagy zuhanva? Megcsúszott a pirosító? Vagy üt a másnap? Te csináltad ezt önszántatból a szemöldökeiddel? Vagy valaki más követte ezt a merényletet? Hű, de fes fiatalember vagy, öcsém. Olyan beképzett pofád van, már innen látom. Na, add ide a kártyádat. 4,99, de Daci adtott, nem? Azért, mert ilyen szexi vagyok. Nem? Jó, akkor rohadjál meg többet. Vissza se gyere ebbe a pucos szettedbe. Szia, csajos, szia. Hát kilóg a beled, mi van veled? Halad, így meg fogsz fázni. Vesemedence gyulladásod lesz jövő héten, arra még nincsen gyógyszerem, jó? Szóval várjál vele egy picit. Mennyi? 1 cent? Most komolyan 1 centet nem tudtam megtartani nekem. Jó, 13 lett, maradhat. 98, ó, nem, 96, olcsóban nem adjuk. Nem, 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 csak ráfizetni lehet. Minek neked ennyi liszt egyébként? Elveszítem a vásárlóimat. Mi van, valami pékséget tervezel a szomszédba? Nehogy itt versenytársam legyél, mert letaposom azt a csirke csöcsödet. Az Taylor Swift? Hello Taylor, mi újság? Menj már arrébb, nem láttad, hogy egy világsztár vár? 10.99, takarod, szia, szia Taylor, figyelj, kiraknád Insta Storytba a boltomat, szupi lenne. Akkor elengedem ezt a 17, nem, az túl sok. Elengedek belőle pár centet, na. Jó van, mindegy, várom a sztorit azért. Szia Taylor. 96-ot adjak vissza? Neked úgyse kell annyi, miért nem adod nekem? Jó van, kicsit felkapcsolom a villanyt, de ne szokjatok hozzá ez a jóléthez. Purchase product license using computer. Valamit kell venni, ami már most nem tetszik, mert miért kell állandóan költeni a pénzt. Product license $200. Jó, arra nincs pénzünk. Szupi. Minek húztál fel egyáltalán pólót? Teljesen fölösleges. Konkrétan olyan, mintha semmi se lenne rajtad, csak mondom. Szerintem ezért már lecsukhatnak, csak szólok csajos. Engem nem zavar, de rendőrt lehet, hogy fogja. Ajtót nem lehet becsukni, hát bejönnek a szúnyogok, meg az izé molylepkék. Kéne egy ilyen izé akadálypályát ide raknom, és akkor nincs más választásuk, csak az, hogy bejönnek a boltomba. Így. Ilyen terelőutat csinálok nekik. Így, így. Na, gyere. Hát ez sajnos itt le van zárva, bocsi csajos. Arra hagyjál meg, kitaláltad, hogy hogy lehet meghackelni a rendszeremet. 45. Már most kezdem érezni, hogy elcsofod a lelkem ettől az iparáktól. Itt is jó lesz. Itt úgyis ilyen gödör van, itt nem látják, nem? Mit árulok ár nélkül? Hát és akkor eddig mennyit el? Nem állítottam be ennek a szutyok cukornak az árát. Ingyen élő paraziták eddig mindig elvittétek mi. Majdnem kifosztottatok a vagyonomból. Ez az. Még egyet vegyél le. Ez az. Még egyet nem viszel? Tudja, hogy az asszony 2 olajat írt a listára, remélem kibelez otthon. Jó van, adjatok már egy ebédszünetet. Hát milyen házsártos főnököm van itt. Levegővételnyi időm sincsen. Ez úgyis egy storage, hát az tároló, nem? Tehát akkor én tárolhatom itt a dobozaimat. Én nem látok semmit. Valaki kirabolhat ilyenkor ám. Customers waiting, hallod? Egy másodpercre fordultam hátra. Legyél türelmesebb, mert
lehet, hogy legközelebb bevered a fejedet a polcba a csúszós padlótól, ám, ha itt türelmetlenkedsz. Azaz, vigyétek, vigyétek, uralom a kapitalizmust. Kiviaszoltad a homlokodat? Mikor leszek már milliómos? Hát nem igaz, már itt vagyok 3 napja. Változtak az árak, hát emelhetünk még. Áruljunk olajat, meg műzlit csak, és akkor rámegyünk a profitra. Én is epuszira vagyok itt, jó? Nekem is zsé kell. Várjál már egy percet, Gabikám, még nem fejeztem be a leáltárt. Jó, legyél türelemmel, ne csengessél, mert beleverem a fejedet a csengőbe, jó? Szia, hogy éreznél, ha én is csengetnék ott neked éjjel-nappal? Úgy. Most töltöttem föl! Na várjál, kirakom a szemetet. Egy szutykos olajat tudsz venni? Jó, remélem magadat kened be vele. De már panaszkodnak, ha nincs valami másik termék. Miért te is oda mész izé? Panaszkodni a média márkba, hogy nincsen szánkó? Mindent én se árulhatok. Kidöntötte fel a dobot, nem! Hát ezt a parasztot áthajt rajta. Most mindent áruljak egyébként egyszerre? Most mindenért panaszkodni fognak? Kiszerelem ezt a csengőt. Úristen, mennyien vagytok? Hallod, lassan fel kell vennem rendesen egy embert, mert nem fogom bírni ezt idegileg. Úgy, ott van. Szeletelt kenyér is van, ne picsogjatok. Ez mi? Hát persze mi más műzli, tehát én már műzlire szakosodok szerintem. Nem nagyon látom, hogy mit vettél, szóval csak meg kell bíznom abba, hogy jól adok vissza, meg ilyesmi. És még mindig van 200 dollárunk, szóval meg tudom venni a licencet más cuccokhoz. Szóval üveges vizet tudok, és nem tudtam elolvasni. Ki olvas ilyen gyorsan? Sajt, kávé, tojás, tej és tea. És mivel tudunk a legtöbbet szakítani? Mondjuk 4 dollárért? Semmivel. Még meg se tudok rendelni semmit se. Akkor nyissunk ki. Na, úgy nézd meg a szomszédi szemetel. Már kötözködik, hogy nem talált tejet. Hát de mi bűvegyek tejet? 12 dollár. Hát mert szállítást nem tudom kifizetni, nemhogy a terméket. Mi lesz a hétvégi menü? Nagyon gusztának tűnik. Nem hozok belőle egy szeletet. Mi van a napi számláimmal? Azt meg se néztem. 4-es szintűek vagyunk, mindjárt 5-ös szintűek, de a store level megy lefele, ha... Az előbb ment lefele, de már nem emlékszem, mit csináltam. 0! Hello! Ja, megy le, amikor azt mondják, hogy nem találnak valami terméket. Ó, mocskos állatok. Mindenből akartok egyet? Ja, levesz pontokat, amikor nem talál valamit a boltba a vásárló. Hát és az az én gondom? Hát majd megbirkózol vele lelkileg. De az én izé bolt szintem szenvedjen ezért. Még nem nyitunk ki, van 222-ünk. Van műzli, tehát azon kívül sem. Azon kívül semmi más nincsen. Mi lenne, ha mindegyikből akarnék venni egyet? Még szállítási díjat is felszámol? Nézd meg ez a trehány futár, hát így kell ide rakni. Én bezek soha nem pakolnék így le. Ehhez kell egy hűtő. Nincs hűtőre pénzem. Ja, gondolom, akkor a sajtot is majd itt hagyom megrohadni magában. De jó lesz, majd minden romlott sajtszagú lesz a boltban. Tej, amit szintén nem fogok tudni ide kirakni, ugye? Jöhettek pénzt költeni, gyerekek, ez az, pakoljál be minden... Most mi a bánat bajod van? Na mindegy, igen, hello, Zsuzsika, pakod tele a... Most én rettentem el őket? Vagy mi? Nem félsülködtem? Na mindegy, jó van, akkor addig passziánszozok. És miért nem jön senki? Takarodjál már befele. Ja, nem nyitottam ki. Akkor a cél az, hogy elérjük a hűtőre a pénzt, ami 200. Most mi a bajod? Ja, hogy nincs tojás. Levon pontot! Hát így nem tudok level up-olni. Hogy lesz belőlem így a top 1 boltos, mi? Egyébként a víznek miért kell hűtőt? Így eljeget akkor, vagy bánom is én. Én nem hűtött vizet árulok. Nem dönthetem el, hogy milyen vizet akarok árulni. Ha akarom, akkor úgy meleg vizet is rákenhetek a fejedre. Ja, hogy itt voltak számlák, csak nem automatikusan fizetik be, hanem nekem itt rá kell nyomni. Ez az, pakoljál még párat. Úgy a kávéból is az drágább. Nagyon ajánlom, nagyon finom is biztos, de ha nem, az se érdekel. Ez az. És megvan a fridge-re a pénz, elvileg. Ha megrendelem, azt is így lerakják az ajtóm elé? Félig ledőlve dobozzal, vagy mi? Persze, nyilván. És ezt én magamtól hordjam ide be? Segítsél már betolni. Villog a szemed, mint egy vámpírnak. Te inkább ne segítsél. Zárjunk be, mert most már unom a pofájukat. Fridge. Itt lesz a fridge, mondjuk. Ez az, itt van a vizetek, üljetek bele. Tessék, remélem szlopálni fogjátok, mert ha nem, mindenkit kitiltok. Várjál, állítsuk be. A vízre már mindenki ezt akarta, szóval rohadjatok bele. Akkor azt nem fogom olcsón adni. Tojás. Mit lehet még rendelni, ami esetleg hiányzik? Lisztem van?
Nincs is lisztem. Ezért keresztre fognak ezért feszíteni, ha nincsen lisztem. Megkergetnek fákjával, ha nem rakok ki lisztet nekik. Liszt az jó árba van? Hát azért emelhetnénk még rajta. Én se ölelésből, meg szeretetből, meg jó energiákból élek ám. Nekem is fizetnem kell a dolgaimért. Nagyon professzionális módon. Ne csöngessél. Megmondtam, hogy nem arra van a csengő, hogy használd. Jó, mellett töröm a kezedet. Köszi. Mindjárt megyek. Mindjárt jucus. Mindjárt jó. Bírsz várni egy percet, nem? Vagy megy a buszod? Na most itt vannak. Itt vannak ezek a szutykok, miért nem veszitek? Tegnap egész nap azt hallgattam. Hol a víz? És most sehol senki. Itt várat építek. Elnézést, nem zavarok? Jó, persze. Tapos a lépemben. Van egy csomó rend, amit be kell fizetnem? Jó van, ezeket befizetem akkor. Jöhettek! Pénzt költeni! Jöjjön már pénzt költeni! Egy olaj? Itt azért a kasszát sem indítom be, de mindegy. Bup! Szia! Menj már innen, hát kirakta ide ezt az ajtót. 168 embert szolgáltam ki, és 10-es szintűnek kell lenni? Istenem. Akkor beleszek raktározva-e, hogy eltölj. Láttad azt a mentést? Egész jó kupac lett itt, hallod? Gyerünk, döntsd már, hogy mit akarsz, jó, nem érek rá egész nap. Listád nincsen? Azt, hogy nem listával küldött? Legközelebb írd össze, jó? Mert nem lesz ennyi időd rá. Szia, viszlát, következő, vedd már ki. Meddig tart kivenni? Gyorsabban. Csak az viheti haza, aki gyorsabban tudja levenni a polcról. Ez ilyen Hunger Games feelingű bolt lesz. Itt versenyezni kell a szajréért, mert különben tripla árat fizetsz, ha veszítesz. Egy ásványvíz? Miért nem iszol egy pocsolyából, vagy valami? Dolgozóra kell gyűjtenünk, és még 25 embert ki kell szolgálni ma, de szerintem az meg lesz egyébként. Jó van már, most csöngetsz, eddig nem tudtad kitalálni. Eddig nem tudtad, hogy fizetni fogsz. Nincs tej? Ti tejszlopálók, hát ez hihetetlen. Ja, ennek meg lejjebb ment az ára, de hát így is elviszik, akkor miért adjam kevesebbért? Ennek is lejjebb ment, de ezt is elviszik. Idióták. Most már? Na, egész jó kupacom lesz ott lassan. Ez a víz, ez állandó téma nálatok. Nincs otthon csapvíz egyébként. Bőven. Nézd meg, valami bunkó ide szemetel az oldalamra. Pedig én aztán mindig tisztességesen elpakolok magam után. Rend a lelke mindennek, csak ennek a boltnak nincs lelke. Hiring. 10-es szint kell hozzá! Kimélj már meg! Gyorsan felhúztam 10-es szintre a boltot, hogy tudjak felvenni végre egy csopat kasszást, mert már lerohadt a kezem a számolástól. Ez az dolgozza. Mosolyogjál, kicsit több életkedve. Kicsit kezd elfajulni ez a kupac itt. Megjön a Taylor Swift. Gyerünk vásárlók, gyerünk. Aki most 30 dollár fölött vásárol, annak ad egy ingyen koncertet a Taylor, ugye? El kell intéznem ezt a kupacot, mert hogy jönnének be a vásárlóim vásárolni, ha kitörik a nyakukat, mielőtt idejönnek a bolthoz? Szerintem kéne nagyobbítani a boltot, mert nem férnek el a cuccaim. Rakjuk át. Jó, ez az. Ne nyúkáljál, nem látod, hogy pakolok? Na, erről is lecsúsztál, szíves. Rendben, itt a hűtő. Palim nagyon lesokkolódott a pofátlanságomtól, na mindegy, majd talán észhez tér egyszer. Jó, kapcsolunk villanyt. Lássatok, na, ne fejeljétek le egymást. Te nem áldogálhatsz itt ingyen, ki kell fizetned, takarodj elfele. Ennél életunottabb fejed nem is lehetne. Kéne venni még egy hűtőt szerintem. Van itt nagy a fridge. Hát ez kell nekem. Asztrol. Jó, ne segítsél, nem kell ám, becipelem magamtól. Csak aztán majd, ha beszorok a gerinc sorvadástól, akkor ne csodálkozzál. Ezért fizetlek, hogy áldogáljál. Jó, van vizet, persze, nehogy véletlenül szomjan halljon itt valaki. Keresetek egy tűzcsapat itt az utcán, az nem jó? Olaj is kell. Mit csináltok ennyi olajjal, hogy állandóan elfogy? Bekenitek egymást és csúszkáltok a padlón, vagy mi? Tészta nem kell, mert ezek a retkes talpok nem viszik a tésztát, pedig tök jó áron adom. Parasztok. Nézd meg, hát nem találtam a nyitótáblát, átrakta innen ide. Hát összezavarodtam, azt hittem, hogy bezárott ott a népik, vagy valami. Elkaptak, hogy hűtetlenül tartom a romlott tejet, aztán bezárattak. De nem. Szedjél már fel egy dobozt, ha mindenki felszedne egy dobozt, amikor itt sétál, akkor már gyorsabban végezhetnénk. Mindenki csak a saját dolgával törődik állandóan. Önző disznók! Mit lehet még ide betölteni? Még van tej. Nehogy ne legyen tej a műzlithez, mert sírógörcsöt kapsz otthon. Semmiképp se érjen ekkora veszteség. Azt sem tudom, hogy mi nincs. Pasta, spagetti nincs. Hát de most rendeltem, hát vidd be magadnak. Takarítom a dobozokat innen, és ez még világít. Szerintem ebbe már itt áll a dobozba egy hete a romlott tej. Nem láttál semmit, ugye? Ajánlom is. Gondold el, hogy kitől kapod a fizetésed. Tuti, nem én szem. Elnézést, elcsaptak.
te bunkó! Hé, penyelt a dobozom! Találtam még egy teljes ládát, amiben van tej, és így csofad napok óta. Nem mindig látom, hogy kiürült el. Este volt, nem kapcsoltam villanyt, mert spóroltam. Szerintem van amúgy más is. Nézd meg, abba is van még. Ez szerintem só. De most honnan tudjam, hogy van-e benne még? Most nézd meg, itt van a kezembe. Honnan látom? Szóval gyakorlatilag nem az én hibám, hogy romlott kaját esztek. Ez a dobozgyártó csomagoló cégek hibája. Ha valakit be akartok perelni heveny hasmenés miatt, akkor náluk tegyétek ezt, jó? Ne nálam. Kész is. Jobb, mint úgy korábban. Szerintem ez a storage, ez lesz, amit itt tudok vásárolni a gépen. Ez a storage, ami lokkolva van, le van még zárva. Lassan nem fog elférni már a sor. Egyébként ezt én átraktam inkább így erre. Vagy most nem. Most nem tudok kilépni belőle, nem tudom visszarakni se. Kilépek a menübe. Lehet, hogy bebugoltattam az egyetlen dolgozómat. Nyitva vagyunk, csak eltüntettem mindenkit. Az áruimmal együtt mindenki pakolja vissza szépen a cuccokat, amiket már elrakott a szatyrába, de nem fizetett ki. Már visszanézem a vizét, kamerátám. Villanyt még mindig nem kapcsolunk, éjjellátó szemüveget osztogatunk azoknak az ügyfeleinknek, akiknek van tagsági kártyájuk. A tagság csak 100 dollár havonta. Nagyon nem látok semmit. Most egy kis betekintést nyerhettek, hogy milyen exkluzív ajánlatokat nyerhettek el, ha befizettek. Mint például világosság. Járjon már kezed egy picit gyorsabban, hallod? Itt várunk egész nap. Ez egy másodperc kéne, hogy legyen. Én már végeztem volna a helyedbe. Ó, te így nem leszem fizetésemelés. Azt hiszem arra a szabadságra is majd kétszer meggondolom, hogy elengedlek-e. Mindjárt rá is googolok a fejedre, ha nem fizetsz rendesen. Mi ez, bejössz egy adag tésztáért? Mi vagyok én, valami csuri kisbolt? Megjegyeztem ám a fejed. De többet ide nem jársz ilyen pár száz forintos tétellel. Jó, legyünk sikeresek, legyünk türelmesek, mert a siker nem egy nap alatt fog megtörténni, ugye? De miért nem? Tudom, hogy nem, ez a baj. Tehát miért nem? Mert én szeretném. Léci. Kéne több polc is. Jó van, ezeket a dobozokat elpakolom. Nem ám hanyatt esik valaki, aztán bepereltek, mert akkor még meg is ütlek. Úristen, el az utamból. Bocs, hogy széttapostam a szatyrodba a tojásokat. Most meg az a bajuk, hogy tele van egy kassa. Hát álljál sorba, mint mindenki más. Szerinted nekem csak azért építenek egy teljesen új kasszát, hogy én beállhassak? Vagy mi? Hogy előbb kerüljek sorra? Nem, szépen kivárom, amíg lefogy az ember a kasszánál, nem? Szerintem veszek egy ilyen cuccot, akkor bevásárolunk ilyesmikből. Ezeknek a háromnegyede hűtős. Nem tudom miért, mi ez a hűtőmánia. Nem lehet húgy melegen vagy szoba melegen inni ezeket a dolgokat? Nézd meg, már keresi, már panaszkodik, hogy nincs valami. Jó, akkor ez lesz az italos hűtőnk. Ja, és még be se árasztam! Bezárunk, mindenki takarodjon. 50 lesz. De hogy vehetnek egyáltalán olyan cuccot, ami nincs is beárazva? És mi történik, ha feltolom az árát valaminek, amit amúgy is vesznek? Mondjuk ennek a listnek felrakom, 6.19 a market price, mondjuk ha felrakom 8-ra, akkor is vinni fogják? Most kíváncsi vagyok rá. Ennyi cuccot hogy fogok nyomon követni, hogy mi hiányzik? Vigyetek abból a tejből is. Fogjad, vigyed, jó áron van nagyon. Nekem nagyon jó ár. Nekem nagyon jó az, hogy ilyen áron megveszed. Túl drága neki. Ó, hogy akkor szomorodjál bele, akkor visszavesszük. Akkor nem tudok árat emelni, mert itt csak ilyen csórók vannak. Nem lehet valami gazdagabb környékre telepíteni a boltomat? Ide olyan emberek járnak, mint én. Ez nem jó a biznisznek. A víz az állandóan fogy. Nem tudom, senkinél nem folyik a csapvíz, vagy nem vágom. Mi kell még egy pénztároshoz? Kiszolgálni 400 vevőt, most 289 van, és 20-as szint. Jó, hát attól még rohadtul messze vagyunk akkor. Vagy tudok új licencet venni, amivel tudok új cuccokat vásárolni, amire mélhetőleg jobbáron lesz. Na, vágjál már valami kevésbé életunt fejet a vevőknek, jó? Mert különben keresek valakit helyetted. Nem zavar, hogy az alkalmazottammal beszélgetek éppen? Megzavartál egy meetinget, de mindegy, egészségedre. Veszünk egy új licencet, amiben lesz torta, meg édességek. Újfajta műzli, új vetélytársadakat. Valami csoki, bombon, joghurt, ennek kellett volna egy hűtő, de tudod mit? Meg is vehetünk egy hűtőt. Figyeld meg a végére, megint elfelejtem beárazni a dolgokat, és ingyen fogom itt osztogatni, dobálni utánuk a cuccot. Mi ez? Valami kalács? Rohadjál meg, kezdek éhes lenni. Vigyétek, zabáljátok. Kinyitottunk már? Hol a vásárló? Elijeszted őket a merev
pofáddal. Nem lesz ma jó a bevétel, a te hibád lesz. Ki leszel rúgva? Nem leszek kirúgva, mert nem akarom én csinálni ezt az egészet. 50%-ot levonok a fizutból, szóval ajánlom, hogy jó teljesítsél. Na hát egyelőre nem rúgtam ki szerencsétlent, de így be is fejeztem a napot. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz föl, és oszd meg az ismerőseiddel, hogy minél több emberhez eljusson. Ha szeretnétek még több részt ebből a játékból, akkor írjátok meg kommentben, mert egyébként rá vagyok függve, és találkozunk a következő videóban. Peace!